Jó estét kívánok! Mai műsorunk több szempontból különleges. Először is talán azért, mert még nem igazán fordult velem elő, hogy nézők kérték azt, hogy hívjak meg egy bizonyos művészt vendégnek, amit egyébként jó jelnek. Félek, ez azt jelenti, hogy van érdeklődés a kultúra iránt. A másik viszont az, hogy még soha nem figyelmeztettek annyian, amikor a vendégemről beszélgettünk, kultúrában otthonos emberek, hogy ne, ez nem lesz jó téma, Gyula, amit ez az illető művel, az nem művészet, nem való egy műsorba. Én erről egészen másként gondolkodom, és mégis megtettem azt a lépést, hogy elhívtam a stúdiónkba Robert Jugovicsot, írót. Akkor folytassuk is ezt a gondolatot. Művészet az, amit te csinálsz, 5 könyv van a hátad mögött, 5 könyv került ki a kezedből. Irodalom ez? Művészet szerinted? Jó estét kívánok! Hát amikor ugye erre a választ nem nekem kell megadni, hanem az olvasók adják meg erre a választ. Ezt a kritikusoknak mindig megvan a saját véleményük, hogy ő szerintük mi a művészet. Én mindig azt mondom, hogy ez döntse el az olvasó. Az biztos, hogy nagy fegyvertény, hogy ennyi oldalt leír valaki, de az is biztos a mai világban már, ugye, hogy a mennyiség az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez tulajdonképpen kanonizált irodalommá válhat. Mégis valahogy úgy érzem a világunkban, hogy sokszor nem a valós értékek kerülnek valós helyre. Ugyanakkor az is áll, hogy valós értékek nem tudnak betörni a megfelelő platformokra. Pont ez a közegellenállás miatt, ami előre címkékkel lát el egyes kulturális termékeket mondjuk. És abban az esetben, amikor az azt jelenti, hogy a kultúra széles tömeghez eljut és elismerést kap, akkor ez jó. De valamikor az történik, mint lehetséges, hogy a te esetedben is jelenleg, hogy egyfajta ellenállás van, azért, mert nem ismerik egyrészt, másrészt azért, mert félnek tőle, és a legfontosabb pedig az, hogy azért, mert nagyon könnyű megcímkézni mondjuk ponyvának. Erről mi a véleményed? Amit csinálsz, ez ponyva, vagy igényesebb irodalom? Te részedről milyen igénnyel írod? Hát szerintem ez pont jó, hogy ilyen ellenállásokba ütközök, mert ugye ez, mindig azt szokták mondani, hogy van az a mondás, ugye, hogy a rossz marketing a legjobb marketing. Ugye, tehát minél több ellenállásba ütközök, annál érdekesebbek a könyvek. De hogy egy kicsit ugye komolyabbra fordítsam a témát és a válaszomat. Tehát, hogy most ponyva vagy regény, tehát az biztos, hogy nem szép irodalom, nem is arra törekedtem. Viszont azt mondom, hogyha egy ilyen eladási rátát elér valaki, akkor azt már nem lehet ponyvának nevezni. Tehát, és rengeteg visszajelzéseket kapok, pozitív visszajelzéseket, hogy az embereknek tetszik az, amit csinálok, és tetszik az, amiket eddig csináltam, ahogy írtam. És nagyon sok olyan ember, aki eddig előítélettel volt szembe velem a múltam miatt, a könyveim után, ahogy minél több könyv jött ki, annál többnek megváltozott a véleménye is, és ma már nagyon sok értelmiségé is elismeri a munkásságomat. Ami azt illeti, én ezeket a könyveket olvastam, és nevezhetem magamat akár kiművelt főnek is, ugyanis ezt tényleg csak azért mondom most el, hogy a nézőt meggyőzzem arról, hogy nem először fogtam könyvet a kezembe, én komparatisztika szakon végeztem. Hát igazából nem fejeztem be az irodalom szakot Szegeden, de csak azért nem fejeztem be, mert másik diplomám már megvolt, és ez a hobbim tulajdonképpen az irodalom, de szerintem a világirodalom nagy könyveit elolvastam, és az a helyzet, hogy élvezettel forgattam ezeket a könyveket, sőt, az igazi jelző ezekre a könyvekre az, ami szerintem ennek a műfajnak egyébként a legjobb meghatározása az, hogy letehetetlen. Na, de mielőtt folytatjuk a könyvekről szóló beszélgetést, röviden bemutatnálak azoknak, akik még nem tudják, hogy ki vagy, és azoknak is, akiknek sikerül fel kell tenniük a kíváncsiságát az elmúlt percekben. Robert Jugovics egy topolyai születésű író, tulajdonképpen topolyai születésű ember, aki a 90-es években a háború megpróbáltatásait nem tudta kikerülni, a frontról szökött meg, és külföldre került, nyugatra, ahol belekeveredett a szervezett bűnözés berkeibe, hogy így fogalmazzak, de mindebből hatalmas tapasztalattal és mondjuk így jobb emberré válva tudott kikerülni. Áll-e ez a történet, ahogy így összefoglaltam? Hát nagyon szűken igen. Tehát azért ez, mert elég sok mindent csináltam, de valójában ugye ez a fémjel, ami rám van ragasztva, ami a legjellemző. Irodalom szempontjából
nagyon nem mindegy tulajdonképpen, hogy az író hiteles-e. És az író mindig arra törekszik, hogy megszólítsa a közönséget, vagy a könyveinek publicitást biztosítson, népszerű legyen akár, gondolatait minél szélesebb körbe tudja közvetíteni. Ennek a hitelesség alapvetően a kulcsa, és azt hiszem, hogy nálad hitelesebb embert nem nagyon lehet találni irodalmi körökben, ugyanis arról írsz, és abból szerzed a tapasztalataidat, azok a tapasztalatok alapján készülnek ezek a művek, amelyeket végül is saját magad is megéltél. Ugyanakkor nem önéletrajzi művekről van szó. Egy kicsit furcsán hangzó kérdéssel folytatnám. Szerinted mi a nehezebb? Egy írónak mondjuk mafiózóvá elhitetnie magáról azt, hogy mafiózó, vagy pont fordítva egy bűnözőnek elhitetnie azt, hogy ő tud író lenni? Egyértelmű, hogy az utóbbi. Tehát ugye bárki lehet mafiózó, tehát akár papíron, akár bárhol, vagy egy kis marketinggel ugye mindent meg lehet oldani. Viszont a könyveknek a színvonalát, hogyha az ember nem tudja írni, vagy bármi más, ugye, de mi vagy említetted, hogy most pont az íróvá válás, tehát ezt nem lehet semmilyen marketinggal, itt puszaj, hogy legyen alkotás, puszaj, hogy legyen valami minőség a háttérbe, hogy az ember azt mondják, hogy most már talán író. Közben itt a háttérben Rotterdamot látjuk légi felvételekről. Ez az a város, amelyet sikerült ugye a lábaid alá teperni. Jól tudom, hogy az volt az alvilági, bocsánat, ez néha furcsán hangzik egy kultúrműsorban, de nekem végül is autentikusabb, meg a korszellemhez jobban illik az, hogy mi erről itt tudunk beszélgetni, mint az, hogyha most egy kitalált szerző ülne itt. Ügyezem, hogy a 21. században ez a jó, az, hogy emberek meg tudják csinálni azt, hogy őszinte és hiteles irodalmat írnak. Na szóval, a kérdés az, hogy áll-e az, hogy a beceneved mindenható volt? Ezt egy helyen olvastam, de máshol nem bukantam. Nem, volt egy szórakozó hely, ahol még portásként dolgoztam, és a mindenható nevet az azért ragasztották rám, főleg a vendégek, mert ugye, hogy limitált számba lehetett a vendégeket beengedni, és akkor én pedig meg tudtam azt oldani, hogy a limitált szám elérte a vendégség, akkor be tudtam újakat engedni, és akkor elneveztek, hogy szóljunk a mindenhatónak, mert el tudja intézni. Mert szinte olyan nehéz volt ide bejutni, például minden sokan, ugye, ahogy szokták mondani, hogy a mennyországba. Mm-hmm. És akkor ettől jött ez a kicsit ilyen ironikusan ez a mindenható elnevezés. Azokban az időkben foglalkoztál művészettel? Mellesleg a könyveidben nagyon érdekes az, hogy ezek a kemény arcok, igazi emberek, igazi lelkek, és meg tudod mutatni azt is az olvasó kívánságát kiszolgálva, amellett, tehát az olvasó mit akar, azt akarja látni, hogy ezek az emberek kemények, kegyetlenek, a világuk teljesen más, mint a miénk, egyfajta megközelíthetetlen, érthetetlen világ, amiben a szerző egy rést nyit nekünk is, és ez a jó. De ugyanakkor te talán azért is, mert ott voltál és láttad ezt, meg tudod mutatni az emberi arcukat is, és nagyon érdekes, amikor prostituált például a bevételéből Van Gogh múzeumban jár. Ez hogy jött? Ez így volt? Vagy pedig ez később vetítetted be, hogy valahogy megmagyarázd azt, hogy a kultúra hogyan vált az életed részévé? Nem, hát az tény is való, sokáig nem foglalkoztam kultúrával. A kultúra igazából talán ott a 2000 évek közepe felé kezdett el jobban érdeklődni, amikor már olyan társaságba került az ember, ugye, tehát az értelmiségi társaságba, tehát egy idő azt mondják, ugye, hogy kinövi magát az ember az alvilágból, és megpróbál felfelé törekedni mindenkit, és valahogy a kultúra, ez a művészvilág és az alvilág nagyon közel áll egymáshoz. Ezt nem értem. Hát itt arra gondolok, ugye, hogy a művészvilágban is eléggé, tehát olyan dolgot végeznek, olyan dolgot művelnek, hogy az alkotók, amit egy normális hétköznapi ember nem tesz, ettől művész. Ugye? Most az alvilágban is úgy szintén olyan dolgot művelnek, ugye az alvilági személyek, amit egy normális, egy hétköznapi ember nem tesz. És ezért mindig valami bizonyos, lehet, hogy csak az én számomra, de van valami hasonlóság a kettő világ között. És elkezdett engem is egyre jobban érdekelni ez a művészeti világ.
És onnétől kezdve ugye elég sok olyan barátom lett, aki viszont benne volt a művészetben. A művészek számára érdekesek voltunk, mi alvilági figurák, ugye, hiszen valahol belőlünk ugye táplálkoztak. Ugye az egyik barátom, egy holland barátom, egy igen híres művész, egy színész, meg is mondta, hogyha mindenki betartaná a 10 parancsolatot, akkor nem volna kultúra és művészet, ugye? Mert abból élünk pont, hogy valami olyan dolgokról írunk, olyan dolgokat játszunk el, olyan dolgokról festünk, ami nem hétköznapi, talán nem megengedett. És azt gondolom, hogy ez a két világ nagyon közel áll egymáshoz, és ezáltal engem is bevonzott. Igen, ez is egy olyan érdekes és megdöbbentő gondolat, világlátás, ami miatt érdemes ezeket a könyveket olvasni. Ugye a kriminek régi hagyománya van, és az is áll, hogy pont most egy hatalmas fellendülése, ugye a svéd, vagy a skandináv, most már skandináv kriminek nevezhetjük ezt a műfajt, Dániától ugye Finnországig születnek ezek a meghatározott stílusba kategorizálható művek, amelyek ilyen szociodrámák tulajdonképpen a bűnügyek felderítése mellett, de ott ugye még mindig rendőrök a főszereplők. Számodra mennyire volt ez üzleti vállalkozás, és mennyiben lelki kérdés az, hogy az első könyvethez hozzáállt? A mai nap se üzleti vállalkozás, tehát mindvégig ez valahol ilyen lelki, ahogy te fogalmaztál, lelki dolgok számít. Valójában ez az egész könyvírás onnit indult el, ugye, hogy 9 év fegyházra ítéltek el, és egy 6 négyzetméteres magánzárkába kellett ezt az időt eltölteni, úgyhogy napi 1 óra hosszát tudtam csak elhagyni a cellámat. Tehát 8,5 évet úgy kellett végigélni, ugye, hogy egyedül van, de nincs kivel beszélni, nincs egyéb társalgási mód. És akkor ugye a magyar börtönökre tipikusan jellemző ugye az igen nagy szigor, és ezért is van, hogy legtöbben ugye vagy gyógyszerekkel, nyugtatókkal, altatókkal viselik át a hosszabb, unalmas, semmire nem való börtönéveket. Én pedig azt mondtam, hogy nem szeretnék se nyugtató, se altatót szenni, és eldöntöttem, hogy egyszer írni fogok. Egyfajta nyugtató is ez? Egyfajta nyugtató, és azt gondolom, hogy a másik volt bennem egy kicsit egy ilyen düh valami is. Nem dükkből írtam, de volt bennem egy kis bosszúság is, mivel azt mondtam, tehát volt egy ilyen nekem a fejemben egy elképzelésem, hogy fizikailag be tudtok zárni, de pszichikailag sohasem. És egyébként erre az írás a legjobb dolog, mikor valaki közvetíteni akar valamit a világgal, hogyha fizikailag ezt nem tudja megtenni. Az biztos, hogy ez magában nem lenne elég ahhoz, hogy ez könyv legyen, vagy pontosabban, hogy irodalom legyen. Nyilván nem a te tiszted az, hogy bizonygasd azt, hogy ezek a könyvek jók. Én meg az enyém sem, de én megpróbálom meggyőzni a nézőket arról, amiről én már meggyőződtem, hogy ezek a könyvek azért többről szólnak, mint egy ember bosszú állásáról a rendszeren, tehát hogy oda döfök a szavaimmal, aztán ez olyan, hogy nem tudnak úgyse válaszolni, mert hát ez nyomtatva van. Nem, ezek a könyvek, abban megegyezhetünk, hogy kicsit bátor kijelentés lenne irodalomnak nevezni őket, főleg azért, mert én úgy érzem, hogy még nincs vége a sorozatnak, és egy határozott fejlődés látható szerkesztés tekintetében. Tehát erről majd később beszélünk, hogy irodalom-e vagy nem. De azt, hogy el lehet vonatkoztatni, és ebben a szempontból már nem egy egyéni, nem tudom, kielégülés tulajdonképpen, ez egy öncélú művelet, az biztos. Tehát amikor ezeket a könyveket én olvastam, én egy pillanatban tulajdonképpen mondjuk alvilági ügyekről van szó, maffiáról, szervezett bűnözésről, emberekről, akik megjárják mondjuk a poklot, tehát olyan szituációkba kerülnek, amelyek valós szituációk, de mindez egy pillanatban metaforikussá vagy allegorikussá vált számomra, fölismertem benne a rendszert. Most nem akarok ilyen nagyon durva lenni, de én azt mondanám, hogy a szervezett bűnözés szót egy ilyen find replace kulcssal, meg átcserélnénk politikára, akkor ugyanúgy ezek a mechanizmusok működnének. Azt hiszem, hogy az emberi sorsok is nagyon jó pszichológiai analízis útján vannak ábrázolva. Az az érzésem, hogy nagyon sokat figyeltél az embereket, nagyon sokat gondolkodtál rajtuk, és mindez ahhoz vezetett, most zárom le a gondolatomat, mert mégiscsak ez a műsor nem rólam szólt,
de mindez ahhoz vezetett, hogy egyfajta rendkívül hideg, precíz, kívülálló szempontból látjuk a történeteket. Nyilván az a börtönévek segítettek ahhoz, hogy megtanuld az életedet átértékelni, és felfedezni benne ezeket az univerzális megállapításokat tulajdonképpen, amelyek az én elbeszélőből tulajdonképpen egy minden tudó elbeszélővé tették a főhősödet, és a következő könyvben pedig már ki tudtál lépni abból, hogy ő mondja el, vagy te mondod el, és már olyan könyvekről van szó, amelyek emberi sorsokat ábrázolnak. Na, így ennyit szerettem volna a könyveid elemzéséről, de hát most akkor vegyük is őket sorba. Az első az őszintesség jutalma volt, amely tulajdonképpen az életírásod. Mi a véleményed az autobiografikus művekről, az önéletírásokról, mennyire anakronisztikus az ez a mai világban, kit érdekel még egy másik ember, erről mi a véleményed? Hát én nem tudom, hogy kit érdekel egy másik embernek a sorsa vagy az élete. Úgy látszik, hogy az enyém az igen sok ember érdekel, hiszen több tízezer példányban fogy a könyv, fogyott el. Ugye a filmjogokat is megvásárolták, nem véletlenül ugye, egy amerikai-német-magyar koprodukció. Ugye? Tehát igen érdekesre sikerült a könyv. Hogy most valójában, hogy ez az önéletrajzi könyv, hogy mennyire populáris manapság, erre nem tudok választani. Én szeretem őket, hogyha érdekes szeméről szól, akkor mindenféleképpen. Valószínűleg akárkinek a önéletrajzát nem olvasnám el. Ezt azért kérdeztem egyébként, mert a kortárs irodalomtudomány nem sokra tartja az autobiografikus műveket, vagy a referenciális irodalmat, hogy így mondjam, hogy az nem a ugye az írót például szerzői funkciónak nevezi az irodalom elmélet, tehát az nem fontos, hogy ki, hanem az, hogy mi. És én is azt gondolom, hogy ezeket a könyveket, ha úgy olvassuk, hogy a bűnözőnek a történetei, az úgy nem érdekes. De szerencsére a modern irodalom elmélet nem csak hülyeségeket mond, hanem azt is megállapította, hogy egy könyv nem attól olyan, amilyennek a szerzője szerette volna, hanem olyan, amilyennek az olvasó olvassa. Az, hogy mit látunk ezekben a könyvben, az a mi műveltségünktől is függ, a mi világlátásunktól, a látókörünk szélességétől. Úgyhogy ez sem magára az, aki nem élvezi, azt jelenti, hogy nem tud szélesebb látókörbe látni. Amit most látunk egyébként a kis ablakban, az pedig az amsterdami piros lámpás negyed volt. Arról ezt a világot idézi meg az Olja című mű. Ez a könyv egy rendkívül megrázó történet a lánykereskedelemről és a kelet-európai alvilági viszonyokról, tulajdonképpen az összefonódásokról és egy rendkívüli személy erejéről, aki felül tud ezen kerekedni. És ez a könyv, ez már valódi könyv. Abban a szempontból, hogy mondtad, hogy az őszinteség jutalma filmen is látható lesz majd. Én biztos vagyok benne, hogy az Olja is, ugyanis itt egy olyan háttértörténet van, tehát ez már az úgymond amerikai film, amelyeknek borzasztó jó sztoria van, borzasztó jó csavar van benne. Hogy megy ez az agyalás nálad? Tehát agyalás, mint írói munka. Az első könyv után hogyan fejlődtél tovább? Hogyan döntöttél úgy, hogy most ezt kiírtam magamból, akarok valami mást? Akkor már írói igényeid voltak? Igen, ugye ez úgy volt, hogy mikor megírtam az első könyvemet, ugye, és akkor hosszas idő után sikerült találnom kiadót, és megjelent a könyvem, és hát szinte hetek alatt berobbant, és egyre több pozitív elismeréseket, kritikát kaptam, és egyre több biztostárs, hogy hát írjál újat, folytart, és valamit még írjál, és akkor azt mondtam, hogy hú, hát ez tényleg ennyire jó volt, és ennyire pszichikailag is pozitívan hatott rám az írás, és ugye megírni egy könyvet, ugye nem két nap alatt tart, és az idő szinte repül, mikor az ember könyvet ír, közben átéli újra a dolgokat, benne van a könyvbe, tehát szinte él a könyvbe, legalábbis én úgy írom minden egyes könyvemet, hogy én élem az egész, minden egyes történetet, minden egyes szavát én átélem a könyvnek, és valószínűleg egy kicsit adrenalin függő is vagyok, és erre újra az adrenalin hiányt pótolni tudtam az írásokon keresztül, és akkor ugye az Olja az pedig onnét jött, ugye, hogy olvastam egy pár hasonló könyvet, mindig bosszalomban olvastam, hogy a lényeget nem írják le. Tehát mindig bemutatnak egy prostituáltat,
ugye, hogy ő milyen rossz, milyen, mit csinál, stb. De viszont a hátterét nem mutassa be, nem mutassa meg az ő gondolatait, nem mutatja be azt, hogy ő valójában, hogy szeretné ezt csinálni, vagy esetleg más szeretne, vagy miért csinálja, vagy netán kényszerítik erre. Tehát ezt mindig csak ilyen nagyon ilyen homályosan mutassák be, akár filmeken, akár könyvekben. És akkor eldöntöttem, hogy én akarok írni egy prostituált ismerősömről, akinek elég jól ismertem az egész életét, hiszen elég jó kapcsolatban voltunk, és sok mindent elmesít a saját életéről. És úgy gondoltam, hogy kell egy olyan könyv, ahol be lehet látni szó szerint a színfalak mögé, és megpróbáltam úgy is leírni. Sokan is vádoltak, ahol túl naturalista író vagyok, tehát hogy az ír az egy kicsit kellene egy pici öncenzúra. És én mondtam, pont szerintem pont az a jó az én könyveimben, hogy nincsen sem öncenzúra, sem másmilyen cenzúra. Tehát ezek egyszerűen a tényeket, a valós tiszta naturál történeteket írja le úgy, ahogy ezek megtörténnek. Közben az amsterdami Vice Sensation Partyt látjuk, az elsőt, amelyet ti szerveztetek, vagyis tulajdonképpen abban a klubban zajlott le. Azt hiszem, hogy 20 ezer ember jött össze, és ez a világ egyik első ilyen óriás technopartia volt, ami kulturált körülmények között zajlott, tehát nem utcai fesztiválként, mint a Latterade, vagy nem hétvégi szétesésként, mint a rave partyk Angliában, hanem azt, amit ma ismerünk, az onnan Amsterdamból indult a falak között zajló elektronikus zene élvezet, hogy így fogalmazzak. És azt azért mondtam már, mert hogy ott voltál. Mi a véleményed arról, hogy fontos egy írónak az, hogy ezeket az dolgokat első kézből élje át, az empirikus tapasztalat, mennyire fontos az, hogy ott legyen, vagy igazából az a fontos, hogy hogyan írja meg, az se baj, ha csak hallotta, vagy másnál olvasta, erősít ez, vagy teljesen mindegy az irodalomban? Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én a 90%-át, amit írok, én a személyes élményből írom. Tehát én vagy átéltem, vagy láttam, tehát saját tapasztalat, de sokkal nagyobb, sokkal könnyebb helyzetben vagyok, mint sok író, aki járja ugye a levéltárakat is, és egy csomó időt veszteget el arra a kutatásra, hogy minél tényszerűbben tudjon egy bizonyos témához hozzányúlni, és azt minél valóságszerűbben a világ elé tárni. Nekem nincs szükségem ezekre a kutatásokra, ugye, hiszen bennem van, hiszen ezek mind saját tapasztalatok. Így azt gondolom, hogy sokkal többet tudok adni az olvasóknak, mint azok, akik írnak erről a dolog. Most ez akár legyen a prostitúció, akár az alvilág, akár a vajdasági magyarságnak a helyzet a délszláv háborúban. Ugye, tehát ezek mind olyan témák, amit én nekem személyes tapasztalataim voltak benne, és én azt hiszem, hogy ez is a könyveimnek a sikere, hogy egyszerűen az olvasó, mikor kezébe veszi a könyvet és elkezdi olvasni, akkor nincsenek benne azok a kételyek, hogy most ezt lehet, hogy rosszul kutatták ki egy levéltárba, vagy lehet, hogy hát ez most nem is pont erre az időszakra, hanem egy másikra, hanem itt egyszerűen lássák, hogy tényszerűen vannak a dolgok leírva. Amikor a délszláv háborút említetted, akkor én sokáig azon a véleményen voltam, hogy ezzel adós a vajdasági magyar irodalom a háttérország történetével, mert amikor belekezdett valaki ebbe, akkor általában elvitte, még hogyha szép irodalmi igényű szerző is volt, akkor is nagyon sokszor inkább azt láttuk, hogy a háborúnak ez a vad romantikája, tehát a harctér, a kegyetlenség, ez került előtérbe. Míg nem a nemrégen Danyi Zoltán dögeltakarítójával lett egy olyan könyv, amelyik igazából az ezekről szóló gondolatokat helyezte előtérbe. De a te könyvedben pedig a háború az egy olyan jelenlevő, olyan egyszerű érzés, amely mint egy tornádó jött ide, és belecsöppentünk, és úgy szólt a szét az életeket, hogy valakiből rotterdami biztonsági főnök lett, hogy így fogalmazzak, valakiből pedig tévériporter, vagy nem tudom, földműves, bármi. Tehát így
Nagyon, ez meghatározó élmény az életünknek, és a könyveidben pont ezek a sorsok, ezek a szálak, ezek nagyon jól kísérhetők és láthatók. És a hosszú kaland után te is most úgy döntöttél, hogy itt Vajdaságban fogsz élni. Mi vitt rá erre azon kívül, hogy nyilván jogi háttere is van ennek, érzelmi stratégiája van-e annak, hogy most itt képzeled a jövődet? Hát igen, mindig is vajdasági magyarnak vallottam magam, tehát azt gondolom, hogy aki ismer, az ebben nem kételkedik. A vajdaság az mindig közel állt a szívemhez, tehát akármikor nekem arra lehetőségem volt, akkor mindig én igen, széles körűen támogattam a vajdasági magyarságot a magam módján, ahogy azt tudtam csinálni. És akkor, amikor azt mondta, hogy vissza kell jönni Vajdaságba, tehát mondtam, nem önszántamból, de viszont nem értem ezt meg én ilyen tragikusan, és ugyanúgy itt próbálom most megvetni a lábamat, és csinálni a dolgokat, hogy jól legyen. Ezek a dolgok közé az írás is tartozik? Dolgozom a könyvben? Persze. Igen, folyamatban van, tehát egy könyv már készen, ami a Nemzeti Roncsgyár, ami az Őszinteség Jutalmának lesz a folytatása, ahol ugye a börtönéveket, az igazságszolgáltatásnak, a politikának a korruptságát, a velük való együttműködésemet, együttműködésünket, a politika és az alvilágnak az összeszövődése fog a felszínre kerülni. Szerintem sokkal, nem is, hogy meghatóbb, hanem megdöbbentő könyv fog lenni, mint eddig bármelyik. Ezen kívül dolgozok egy másik könyvön, ami a Topolyai fiúk után is szintén egy fikció fog lenni, ami szintén a politika és az alvilág összeszövődéséről szól, ahol hogyan tesznek tönkre emberi sorsokat. Abban biztos vagyok, hogy mi nagyon nagy élvezettel fogjuk olvasni, ugyanúgy abban is biztos vagyok, hogy a kritikusok nagyon nagy élvezettel fogják majd legorombítani, de hát ez legyen az ő dolguk, az olvasó pedig élvezze a könyvet, én pedig örülök annak, hogy egyáltalán könyv kerül a kezébe. Köszönöm azt, hogy eljöttél, különösen azért, mert ez egy exkluzív interjú volt, ugyanis a történelem során először álltál arccal kamera elé, az eddigi TV interjú során kitakarva szerepeltél. A másik érdekes információ pedig az, hogy a következő tévés szereplésed pedig a CNN hírcsatornán lesz, úgyhogy azt hiszem, hogy megtiszteltél bennünket azzal, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőktől pedig azt kérem, hogy tartsanak velünk a jövő héten is. Thank you.